Rossz hír az allergiásoknak, az elkövetkező napokban a parlagfű pollen koncentrációja várhatóan országszerte emelkedni fog, közölte az ANTS országos tisztifűorvosi hivatal. Fejlesztések Dombrádon többek között komfortosabbá teszik a Tisza partot, ahol sportpálya, parkoló és szociális blokk épül, de befejezik a kishajó kikötő kialakítását is. Folytatódik a feltárás, eddig 14 német és 15 szovjet katona földi maradványait találták meg a nyíregyházi északi temetőben. Az elkövetkező napokban a parlagfű pollen koncentrációja várhatóan országszerte emelkedni fog, közölte az ANTS országos tisztifűorvosi hivatal. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A parlagfű tömeges virágzása általában augusztus közepe környékén indul meg. A szakember szerint ebben az időszakban akár 30-40%-kal nő az allergiás tünetekkel orvoshoz forduló betegek száma. Magyarországon általában augusztus közepén kezdődik a parlagfű tömeges virágzása. A szezonban minden évben az egészségügyileg még tolerálható szint 10-20, sőt akár 30-szorosát éri el a parlagfű pollen koncentrációjának országos átlaga. Emiatt pedig pollenriasztást kell kiadni. A parlagfűvel fertőzött mezőgazdasági területekről nagy mennyiségben fog a pollen napokon belül a lakó és nyaraló övezetekbe áramlani. A pollen szórás elsősorban az allergiások számára jelenthet nehezebb heteket. Ebben az időszakban ugrásszerűen megnövekszik a beteg létszám a szakrendelőkben. Az allergiás megbetegedésben szenvedőknek még a szezon előtt legalább egy hónappal fel kell keresniük orvosukat, mert a megfelelő terápia segítségével csak így lehet felkészíteni a szervezetet a parlagfű szezonra. Ebben az időszakban, amikor a parlagfű virágzás elkezdődik, szakrendelésünkön a 30-40%-kal több beteg fordul meg. Természetesen a szokásos allergiás tünetek, mint orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés, könnyezés. Nagyon fontos megjegyeznem, hogy ebben az időszakban az allergiának az egyik szövődménye, az aszma bronchiale gyakrabban fordul elő, mert egy igen erős allergénről beszélünk. A gyógyszeres kezelések során antihisztaminokat, orrspréket és szemcseppeket írnak fel az orvosok, a gyulladásos betegeknek pedig az inhalációs készülékek használatát javasolják. A szakemberek a gyógyszerek mellett életmóddal kapcsolatos tanácsokat is adnak a betegeknek. Ebben az időszakban reggel 5 és délelőtt 10 óra között lehetőleg ne szellőztessenek, mert ekkora a legnagyobb a pollen koncentráció. Ha tehetik, minden nap mossanak hajat, mert éjszaka a pollenek lehullanak a párnára, és kínzó allergiás tüneteket okoznak. Bajszos szakállas férfiaknak természetesen minden nap szakáll bajuszmosás. Ha lehet, ne teregessenek a szabadban, mert a friss mosott ruha magába szívja a polleneket, és ez újra provokálja a tüneteket. Tervezzük meg a szabadidős programjainkat is. Ha tudjuk, hogy parlagfűallergiában szenvedünk, ebben az időszakban ne fussunk parlagfűvel szennyezett területeken, illetve ezt a reggeli 5 és 10 órát kerüljük el. Az allergia és az aszma bárkiben kialakulhat, ezért kesztyű és maszk nélkül nem ajánlatos parlagfűves területek közelébe menni. A tapasztalatok szerint leginkább fiatal felnőtt korban jelentkeznek az allergia leggyakoribb tünetei. Ez a betegség súlyosabb esetben akár munkaképtelenséget is okozhat a fiatalabb munkaképes korú embereknél. A turizmusra és az integrációra fektet nagy hangsúlyt a közeljövőben megvalósuló fejlesztései során Dombrád. Többek között komfortosabbá teszik a Tisza partot, ahol sportpálya, parkoló és szociális blokk épül, de befejezik a kishajó kikötő kialakítását is. Az önkormányzat a szegregált városrészekben élő emberek felzárkóztatását is szeretné elérni szociális programok és képzések segítségével. A Tisza part Dombrád egyik a turisták körében is népszerű jellegzetessége. Évről évre majd 3000 ember tölt hosszabb, rövidebb időt itt pihenéssel. Közel 180 hétvégi házas és vállalati üdülő, valamint kemping és ifjúsági tábor is várja a vendégeket. 2017 májusa óta a Kompis ismét jár Dombrád és Cigánt között, ami nem csupán a Tiszán való átkelés segíti, hanem a Rétköz és a Zemplén közötti kapcsolatot is élőbbé teszi. Most a terület és településfejlesztési operatív program keretében 96 millió forintból számos fejlesztéssel szeretnék tovább növelni a terület idegenforgalmi értékét. Ebből, ami meg fog valósulni, egy kölcsönzőház,
önkormányzati területen, 27 parkoló, egy szociális blokk is lesz a Szabad Strandhoz, amit üzemeltet az önkormányzat, ezen kívül sportpálya, játszótér, aztán a már félig megépült alapokat leraktunk egy kis hajókikötőre, arra rákerülnek az úszóművek, aztán még sétányt, kandellábereket komfortosabbá tesszük a Tiszapartot, hogy vonzóbb legyen a turistáknak, már a most itt üdülővel rendelkezőknek, és akik most vásárolnak majd üdülőt nálunk. Egyelőre még romos állapotban áll ez a ház Dombrádon, az Esze Tamás utcában. Hamarosan azonban felújított bérlakás várja majd lakóit a helyén. A környéken további két bérlakás építését is tervezi az önkormányzat, de lesz közösségi ház, mosoda, játszótér és díszburkolatos járda is. A terület és település fejlesztési operatív program keretében ezt a település részt is szeretné komfortosabbá tenni az önkormányzat. De a program keretében 50 millió forintból az elkövetkező három évben más, leromlott állapotú, szegregált városrész segítését, valamint az ott lakó, hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatását is tervezik. Egy olyan városrésznek az integrációjára kerül sor, egy leromlott városrész, ahol szegregációba élnek emberek, és a hátrányosan élő embereknek a felzárkóztatására lesz ez a program, ahol 5 fő szociális munkást fogunk alkalmazni, és akkor ilyen kis csoportokba dolgozva fognak segíteni az életvitelükbe. Aztán jogi tanácsadás, pszichológiai tanácsadás fog megvalósulni majd ebbe a programba. A terület és település fejlesztési operatív programban az egyik legnagyobb beruházás a Dombrádi bölcsödében és óvodában fog megvalósulni. 163 millió forintból bővítik az intézmény csoportszobákkal azért, hogy a kisgyermekek ellátása helyben is megoldható legyen. Két újdonsággal is gazdagodik a közeljövőben Dombrád. Az önkormányzat jelenleg egy több mint 100 éves épületben működik, egy sikeres pályázat keretében azonban hamarosan új városháza épül. Az idén 950 éves település pedig a fennállását egy új haranglábbal ünnepli, melyet augusztus 20-án adnak majd át. Folytatódik a múlt héten talált katonasírok feltárása a nyíregyházi északi temetőben, kriptaásás közben II. Világháborúban elesett katonák maradványaira, illetve lőszerekre és személyes leletekre bukkantak a sírkert munkatársai. A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum közleménye szerint hétfő estig 14 német és 15 szovjet katona földi maradványait találták meg. Tűzszerészek dolgoznak az északi temetőben múlt hét szerdán. A szakembereket kedd délelőtt értesítette a temető vezetősége arról, hogy egy kripta alapjának kiásásakor a rakodógép körülbelül 2-2,5 méter mélyről harcászati eszközmaradványokat és emberi csontokat forgatott ki. Mára kiderült, hogy a II. Világháború nyíregyházi harcaiban elesett szovjet és német katonákat rejti a föld mélye, velük együtt földelték el a katonai felszereléseiket is. A rendőrség értesítése után a honvédség tűzszerészei jelentek meg, biztosították a rendőrséggel karöltve a terepet, illetve a Hadtörténeti Múzeumnak a munkatársai, régész munkatársak, szakemberek jelentek itt meg, akik megpróbálták feltárni a megtalált leleteket. Ez a tegnapi nap folyamán is folytatódott, valószínűsíthetően tovább tart a feltárás, ugyanis újabb leletekre utaló nyomokat találtak, a kiásott emberi maradványokat, lőszer maradványokat, övcsatot, ruha maradványt, kanalat elszállították. A vizsgálatot követően derült ki, hogy a sír 14 német és 15 szovjet katona földi maradványait rejtette. A terület feltárása közben több faládát is találtak, amiből arra lehet következtetni, hogy a terület másodlagos temetési helyszín volt. Temetőben gyakorlatilag még vannak olyan helyek, ahol előfordulhatnak háborús eseményekből itt maradt, akár eszközök, akár emberi katona maradványok. Ami viszont egy nagy pozitívum, és én azt gondolom, hogy ez egyfajta mementó és egy említésre méltó dolog, hogy az azonosítás alapján ugye olyan hozzátartozó utódok is megtudhatják az eltűnt édesapjuk, nagyapjuk, eltűnt hozzátartozójuknak a helyét, és végre egy történetre pontot tehetnek, ami mondjuk bizonytalanságba tarthattam ez idáig őket. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársai a héten még folytatják az exhumálást. Az északi temetőben több olyan, akár több száz éves régi sír van, amelyek alatt korábbi háborús cselekményekből származó leletek is lehetnek.
Nyíregyházán parkolóhely hiány van, komplex megoldás sürget a Jobbik, mondta el mai sajtótájékoztatóján a párt nyíregyházi politikusa Lengyel Máté, aki szerint a parkolási gondokat részben a városi tömegközlekedés átszervezésével lehetne megoldani. Lengyel Máté beszélt arról is, hogy Nyíregyháza több részén, például a Síp utca és az Egyház utca között, valamint a Hunyadi és Bújtos utca kereszteződésénél mély garázs és parkolóház építésére lenne szükség. Nyíregyháza belterületein, illetve a forgalmasabb helyeken a parkolás problémát jelent, ilyen például a kórház területe is, aminek egyenes következménye volt most, hogy a Nyírpláza vezetősége fizetőssé nyilvánította az eddig díjmentes parkoló helyeit. Mindenféleképpen téves lépésnek tartjuk ezt a vezetőség vezetőség részéről ezt a lépést, ugyanis a parkolóhely problémáit nem lehet azzal megoldani, hogy az eddig ingyenes parkolóhelyeket fizetőssé alakítjuk át. Ezt a kérdést komplexen kell kezelni, mind a belváros parkolóhely hiányára, mind az egyéb területeken tapasztalható parkolással kapcsolatos problémákra komplexen kell tekinteni, és komplex megoldást kell nyújtani. Ráfutásos baleset történt kedd délután a 403-as elkerülő főútvonalon. Egy gépkocsi vezetője lassított, hogy egy korábban elütött kutyán segítsen. Közben hátulról egy terepjáró belecsapódott a gépkocsiba. Az anyagi kár több millió forint. A terepjáró vezetőjét a mentők kórházba szállították. Ritkán látható fokozott rendőri biztosítás mellett érkezett meg Nyíregyházára a Magyar Nemzeti Bank értéktár program keretében megvásárolt 16.-17. századi erdélyi tallérokból álló gyűjtemény. Az 1,1 milliárd forintot érő érmékből augusztus 26-án a József András Múzeumban nyílik kiállítás, amelyen még arany és ezüst pénzeket, valamint korabeli fegyvereket is bemutatnak majd. Szirénázó rendőrkocsik vezették fel a Budapestről Nyíregyházára érkezett páncélautót. A József András Múzeum előtt rendkívüli biztosítás mellett felfegyverzett kommandósok vették körbe a járművet. Szó szerint kincseket rejtett a páncélautó, hiszen a rakomány többek között a Magyar Nemzeti Bank értéktár program keretében megvásárolt éremgyűjteményét is tartalmazta. A 16.-17. századi erdélyi tallérok igazi ritkaságnak számítanak, értékük 1,1 milliárd forint. Ez egy 220 darabos gyűjtemény, ami János Zsigmondtól egészen Apafi Mihályig, az utolsó erdélyi fejedelmig öleli föl az erdélyi pénzverésnek ezt az aspektusát. A tallérok nehéz ezüst pénzek voltak, 28,5 g súlyúak, ezek nagyon ritkák, hiába vertek Erdélybe ilyen pénzeket viszonylag sokat, hiszen gazdag nemes fémbányákkal rendelkezett a fejedelmség, de nagy része mind elment adóba. Viszonylag kevés maradt fönn, ezért ezek az erdélyi tallérok az árveréseknek mindig ilyen kiemelkedő fénypontja, amik vagyonokért kelnek el árveréseken. Nemzeti Múzeumnak 7,5 darabja van ebből, de több mint 200 év gyűjtőmunka után szedte össze ezt a Magyar Nemzeti Múzeum. Itt meg hirtelen rögtön egy 220 darabos anyagról van szó, amiből egyébként 60 darab a Nemzeti Múzeumban sincs meg. Az éremgyűjtemény a József András Múzeum augusztus 26-án nyíló a Fejedelmeink mesés kincsei címet viselő tárlatának a része, mely a Magyar Nemzeti Múzeum vándor kiállítása keretében Székesfehérvár után második helyszínként Nyíregyházára érkezik. A tárlattal az erdélyi fejedelmek fizetőeszközein keresztül szeretne egy közel 150 éves történelmi áttekintést nyújtani a múzeum. Úgy indult ez a kiállítás, hogy egy numizmatikai kiállítás, de mi a Nyíregyházi Múzeumban kifejezetten a nagy közönség számára szeretnénk ezt a kiállítást bemutatni. Tehát nem csak a numizmatáknak, nem csak a felnőtteknek, az érdeklődő felnőtteknek, hanem a magyar történelem, a magyar nemzet története iránt érdeklődőknek, és kifejezetten a fiataloknak azért, hogy ezt a részét a történelemnek értsék meg, hogy 21 fejedelem 150 év alatt hogy kapcsolódik be a magyar nemzet történetébe. A nyíregyházi kiállításon a tallér gyűjtemény mellett megtekinthető lesz egy 48 darabos reprezentatív válogatás is, a Magyar Nemzeti Bank 1974-ben alapított bankjegy és éremgyűjteményének erdélyi aranypénzeiből, valamint szintén a jegybank tulajdonában lévő 13 darab eredeti 17. századi erdélyi verőtő, amelyek a Magyar Nemzeti Bank több mint 6000 darabot számláló verőszerszám gyűjteményének legkorábbi darabjai. Ezen kívül korabeli erdélyi fegyvereket, többek között sodronyinget, huszársisakot és félvértet, díszszabját, illetve díszbuzogányt is bemutatnak majd, amelyeket a Magyar Nemzeti Múzeum kölcsönöz a tárlatra.
A kiállításhoz interaktív múzeum pedagógiai program kapcsolódik, ezen János Zsigmondtól II. Rákóczi Ferencig az erdélyi fejedelmeket ismerhetik meg az érdeklődők. A kicsiknek diorámákon szeretnénk bemutatni néhány történelmi eseményt, figurákkal, várokkal, hogy jobban tudják kötni a meséket, ezért is a kiállítás címe a fejedelmeink mesés kincsei, tudják kötni a mesét a történelemhez, és hogy tudják jól érezni magukat ebben a kiállításban. Akik tanulnak, azoknak szeretnénk minden fejedelemről egy-egy rövidebb leírást, érdekességeket bemutatni. A Fejedelmeink mesés kincsei címet viselő kiállítás augusztus 26-án nyílik a Nyíregyházi József András Múzeumban, és november 30-áig várja az érdeklődőket. Élete legjobb eredménye a világbajnokságon elért 6. helyezés után még mindig az élmény hatása alatt áll Helebrand Máté. A nyíregyházi gyalogló már a 2020-as tokiói ötkarikás játékokra fókuszál, de reményei szerint még 2 további olimpia belefér majd a pályafutásába. Pokrovenszky József tanítványa ebben a szezonban még 2 versenyen áll rajthoz. Vasárnap még Londonban rúgta kilométereket, szerda délelőtt pedig már Nyíregyházán fogadta gratulációkat Helebrand Máté. A pályafutása 2. 50 kilométeres versenyén hatalmas országos csúcsa 6. helyen végző gyalogló elmondta, hogy még mindig az élmények hatása alatt áll, szinte hihetetlen számára, hogyan tudott pontszerző helyen végezni az év legrangosabb versenyén. Még mindig felfoghatatlan számomra ez az eredmény, mind a helyezés, mind az időeredmény. Úgy utaztunk ki erre a versenyre, hogy egy egyéni csúcsot szeretnénk majd elérni, illetve majd valamikor az országos csúcs is elérhető közelségbe fog kerülni, illetve hogy meg is fogom tudni majd dönteni, de arra egyáltalán nem számítottunk, hogy már most meg fogom dönteni ezt a csúcsot, illetve hogy 5 perccel fog sikerülni. Helyezésben pedig hát egyszerűen még tényleg nem tudom felfogni, hogy pontszerző helyen értem be felnőtt világbajnokságon. 52 versenyző volt, én abból a középmezőnyben helyezkedtem el még a verseny előtt, és ahhoz képest a 6. helyen végeztem úgy, hogy több világbajnokot is, illetve olimpiai érmes versenyzőket előztem meg. Nagyon örülök ennek az eredménynek, és még így visszagondolva, meg visszanézve a részidőket, még tudjuk az edzőm Józsivával, hogy ebben még volt legalább 2-3 perc. Motivációban tehát nem lesz hiány, jövőre Berlinben Európa-bajnokságot rendeznek, de Máté már előbbre tekint. A távlati célunk mindenféleképpen a tokiói olimpia volt Józsivával, akkor 31 éves leszek, de mivel ez a nagyon hosszú táv, ez az időseknek kedvez. Erre nagyon jó például a mostani világbajnokság, amit Johan Diniz nyert, ő most 39 éves. Hát ebből kiindulva még legalább 2, de még lehet egy harmadik olimpia is belefér. A világbajnoki 6. helyezett gyalogló a szezonban még 2 hazai versenyen áll rajthoz, a csapatbajnoki döntőben, valamint a Superliga döntőben képviseli majd a nyíregyházi színeket Helebrand Máté. Híradunk végén, nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Az elkövetkező napokban a parlagfű pollen koncentrációja várhatóan országszerte emelkedni fog, közölte az ANTS Országos Tisztifűorvosi Hivatal. A parlagfű tömeges virágzása általában augusztus közepe környékén indul meg. A szakember szerint ebben az időszakban akár 30-40%-kal nő az allergiás tünetekkel orvoshoz forduló betegek száma. A turizmusra és az integrációra fektet nagy hangsúlyt a közeljövőben megvalósuló fejlesztései során Dombrád. Többek között komfortosabbá teszik a Tiszapartot, ahol sportpálya, parkoló és szociális blokk épül, de befejezik a kishajó kikötő kialakítását is. Az önkormányzat a szegregált városrészekben élő emberek felzárkóztatását is szeretné elérni, szociális programok és képzések segítségével. Folytatódik a múlt héten talált katonasírok feltárása a nyíregyházi északi temetőben, kriptaásás közben 2. világháborúban elesett katonák maradványaira, illetve lőszerekre és személyes leletekre bukkantak a sírkert munkatársai. A Honvédelmi Minisztérium 6 történeti intézet és múzeum közleménye szerint hétfő estig 14 német és 15 szovjet katona földi maradványait találták meg.
Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták augusztus 16-án szerdán. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat elérik honlapunkon is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Folytatódik a meleg, száraz időjárás. Ma a Kárpát-medencétől északra elvonul egy gyengülő hidegfront, de jelentős változást nem okoz. Hazánk időjárását csütörtök estig döntően magas nyomású zóna alakítja. Az éjjeli órákban többnyire derült idő várható csapadék nélkül, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában 16 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben jellemzően napos időre van kilátás gomoly felhőkkel, de eső nem valószínű. A szél továbbra is mérsékelt marad. Délutánra 31 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincs térségünkben. Nagyon erős UVB-sugárzás várható, ezért a déli, kora délutáni órákban ajánlott elkerülni a napon való tartózkodást. Szombat délutánig marad térségünkben a jellemzően napos, száraz, meleg időjárás. Szombaton nyugat felől egy hideg front éri el a Kárpát-medencét, az esti óráktól térségünkben is kialakulnak záporok, zivatarok, és sokfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik az északnyugatira forduló szél. Vasárnap főként a nap első felében várható eső, és csak lassan csökken nyugat felől a felhőzet. Szeles lesz az idő, és átmenetileg jelentősen visszaesik a hőmérséklet. A következő napokban ismét melegszik a levegő, általában több órára kisüt a nap, csapadéknak kicsi az esélye.